Az idei Mártonnapunknak az apropója a húsleves, a mártonnapi húsleves. Egy olyan liba húsleves készítünk el Mártonnap alkalmából, amelynek a összetevői a libanyak, a szárnytő, a libaszív, a libazuza és a zöldség. Ezeket az alapanyagokat a menüsorunkba többféle módon is újraépítjük, illetve beépítjük. Az elkészült levest felhasználjuk, mint első fogás, libahúsleves matezgombóccal, illetve csigatésztával, vagy az alapléből tudunk készíteni egy jó libaragú levest. A következő pár percben bemutatom a legegyszerűbb ételt, amit én kedvelek, ez a ludaskása. Ennek egyetlen egy alapja van, és egyetlen egy titka, trükkje, amit a konyhában el kell sajátítani, azt, hogy mindent jól elő kell készíteni. A ludaskásánk alapja a levesben főtt szántő, a májunk, a szívünk, ami szintén a levesbe főtt meg, majd hideg állapotában felszeleteljük, és majd meg fogjuk pirítani a ragunkhoz, illetve a zuza. Lássunk is hozzá elkészíteni ezt az ételt. Itt lehet látni, hogy az elkészített húsleves, illetve a húslevesből készült pecsenyemártásunknak a zsünk, milyen különböző a színe. Ez azért van, mert ennek a mártásnak az elkészítése 12 órát vesz igénybe, a húslevesünk elkészítése pedig 6 órát vesz igénybe. Tehát első lépcsőben kevés zsiradékot, én jelen esetben vajat használok, serpenyőben hevítek. De éppen csak annyi ideig hevítem, hogy egy picit fölhabzik a vaj, mi ezt úgy hívjuk szakszóval. Ugye ilyenkor megemlékezünk azért Márton püspökről, ugye? Magyar származású francia püspökről, aki ugye Tours-ban hunyt el, és ugye ezt nagyon kevesen tudják, hogy ő az első olyan szentünk, aki ágyban párnák közt hunyt el. Mert ugye a többi szent azért előtte általában sokkal rosszabbul végezte. Tehát a zsiradékon pirítunk egy kevés hagymát, és rátesszük a levesben megfőtt előkészített zuzát, rátesszük a levesben megfőtt szívünket, liba szívünket. Teszek hozzá egy kevés paprikát. Én nem használok hozzá fűszerpaprikát, valaki használ hozzá, valaki nem. Én jobban szeretem a paprikának a sült ízét, illetve ezt a picit narancssárgás színét a elkészült ételünknél. Itt fontos, hogy kapjon egy kellemes, pirult, tiszta liba belsőség. Majd én teszek hozzá egy nagyon kevés, előre elkészített főtt rizst, illetve egy árpa gyöngyöt. Ugye itt a gyöngy mindenféleképpen ugye stilizál vissza a ludakra, akiről ugye a Márton püspök is köszönhette a történetét. Ezt jól meg kell pirítanom mindenféleképpen, egy kevés alaplé hozzáadásával. Azért egy kicsit többet teszünk hozzá. Lassan pároljuk az ételünket. A levesben főtt zöldséget karikára vágtuk, és szintén beletesszük a ludaskásánkba. Itt megoszlanak a vélemények olyan tekintetben, hogy teszünk-e bele zöldborsót vagy sajtot. Én nem szeretek beletenni zöldborsót meg sajtot, azt gondolom, hogy sokkal autentikusabb így. Azért is vágtam kerekre például ugye a sárgarépát, mert ugye a szív is kerekre van vágva, akkor a sárgarépa is ehhez passzol, így mind a kettő egyértelműen adott formát ad ki. Na most ezt visszateszem, és én mindenféleképpen bele szoktam tenni a ludaskásába a szánytőt. Ezt a szánytövet, ezt lefűrészelem egy csontfűrészsel, a bütyköket róla, elősütöm serpenyőben, és utána a húslevesbe megfőzöm. Miután a húslevesbe megfőtt, kiszedem, és utána megpirítom serpenyőbe külön. Így pirult állapotában teszem hozzá a ludaskásánkhoz, hogy együtt párolódjanak össze. Ilyenkor általában egy 2-3 szánytövet teszek hozzá adagonként, és alaplével folyamatosan felöntve készre pároljuk a
ludaskásányba. Megosztik szintén a szakmának a véleménye arról, hogy teszünk-e hozzá vörösbort vagy sem, teszünk-e új bort hozzá vagy sem. Én szoktam, de igazából mellé fogyasztom az új bort, legyen az fehér, illetve legyen az vörösbor, új bor. Meg hát ugye a franciáknak egy nagyon híres boruknak az ünnepe is ehhez a Mártonnak közeléhez köthető, ugye ez a Beaujolais új bor. Tehát pároljuk. Nagyon fontos, hogy én nem szeretem azt, hogyha ebben az esetben a ludaskásánk szétfő és nagyon kásás lesz, ezért inkább egy picit ilyen szaftosabbra, pergősebbre hagyom az ételünket. Ebben az esetben hozzárakom a zsünket, a pecsenyeszapfunkat, ettől fog mélységet kapni az ételünk. És most mutatok egy-két trükköt azért, amelyet azt gondolom, hogy minden háziasszony például otthon kipróbálhat. A savak játéka az ételekben. Tehát, hogy azt tudni kell, hogy minden sav kiemeli az ételeknek az édes ízét, tehát abban az esetben, hogyha sárgarépát használunk egy ételnél, mindenféleképpen, ha teszünk hozzá egy kis citromlevet, az frissíti, élénkíti az ételeinknek az ízét. Tényleg nem kell sok, egy pár csepp, de mindenféleképpen azért szükséges, hogy egy jó ízű, harmonikus ételt kapjunk. Sózzuk az ételünket, friss fűszerrel megszórjuk, és egy pár percig pároljuk, egybe pároljuk az ízeket. Addig, ameddig ez párolódik, összepárolódik, azért egy pár ételt hagyd mondjak el azzal kapcsolatban, hogy ez a egyben főtt húslevesből, amikor benne föl a szív, a máj, a zuza, a nyak, milyen ételeket készítünk. Csinálunk például egy zuza pörkölttel töltött palacsintát, amelyhez egy paprika, sült paprika mártást és egy tejfölhabot adunk. Ebben az esetben a megfőtt zuzát apróra vágjuk, csinálunk egy nagyon jó pörköltalapot, egy egyszerű pörköltalapot, és ezt összekeverjük. Ezt betöltjük egy palacsintába, és csinálunk hozzá egy kapros paprikás mártást, amit egy tejföllel lazítunk. Mindig adunk hozzá valamilyen friss zöldséget, jelen esetben fokhagymás parajleveleket, illetve karalábé szeleteket teszünk hozzá, amely a frissessége és a ropogóságával nagyon jól harmonizál a zuzánknak az úgynevezett picit tompultságával. Vagy például csinálunk kolbászt a nyakból, például a nyakhúst leszedjük, összekeverjük egy kis szalonnával, összekeverjük egy szintén egy kis zuzával, szívvel, teszünk hozzá nyers libacombot, majd ebből csinálunk egy kolbászmasszát, betöltjük bélbe, és csinálunk hozzá egy paradicsomos babragot, ami szintén ez a kolbász feltét megy. Ehhez szintén lehet hozzátenni sült zuzát, sült szívet, sült májat, tehát bármi, ami ilyenkor a levesbe belekerül. Nagyon fontos, ami belefőtt a levesbe, sárgarépa, karfiol, kelkáposzta, húsok, ezeket lehetőség szerint használjuk föl, mert finomak, és hogyha csak levesként fogyasztjuk el, akkor azt gondolom, hogy ez egy pazarlás, tehát próbáljuk meg még egyszer az alapanyagainkat felhasználni. Mielőtt elkészülne a ludaskásánk, én személy szerint ekkor szeretem belekeverni az előre blansírozott, hőkezelt pecsenye-liba májunkat, amellyel szintén lazán összekeverjük. Én ilyenkor az utolsó egy percben még egy csöpp vajjal frissítem és kiemelem a ételünknek a kiváló ízét, és már készülök is a tálláshoz. Elsőnek a zöldséges rizsragút tesszük alulra, erre helyezzük a sült pecsenyemájunkat, és ezután helyezzük a szárnytövet is a ragunk tetejére. Én nagyon kedvelem azt a metódust, amikor az étel csak olyan minimális szinten van dekorálva, hogy lehetőség szerint olyan alapanyagokat használunk, amelyek az ételben is benne szerepelnek, ezért jelen esetben egy rizscsipszet használunk dekorációnak. Gyorsan elmondom azért, hogy mindenki tudja a rizscsipsz, hogy készül, hogy otthon is el lehet készíteni. Megfőzzük a rizst simán vízben, és lekrémesítjük egy blenderrel, egy botmixerrel, és utána kikenjük nagyon vékonyan egy szilikonlapra, kiszárítjuk, és utána ropogósra meg lehet sütni olajban. Ezt az elkészült friss chipset használjuk dekorációnak, ropog, friss, és üde tőle az étel. Hozzávalunk vaj, újhagyma, sárgarépa,
fehérrépa, libaszív, libazuza, libaszántő, pecsenye libamáj, petrezselyemzöld, citrom, előfőzött rizs, árpagyöngy, azon kívül használunk még hozzá pecsenye szaftot, illetve alaplevet. Káprel paprikával adunk hozzá egy plusz színességet, illetve rizscsipszel tálaljuk. Frissítőnek tálalásnál használunk hozzá marinált lilahagymát, illetve almás, zelleres frissítőt. Jó étvágyat kívánok, és a következő részben pedig advent ételekről fogunk beszélni.